anyának hogy szoktál szurkolni? Hajrá Fradi! És apának? Hajrá Fradi! Apának hogy szoktál? Apa hol közlabdázik? Hol közlabdázik apa? Kátalányára! Igen! Énekeltem, na énekeltem. Na. Tata. Minyarunk. Sok-sok gólt lövünk. A 2 éves Szőlősi Hannának, Zácsik Szandra és Szőlősi Szabolcs kislányának egyáltalán nem idegen a kézilabda közeg. Sőt, mi több. Mérkőzések után már az neki az első, hogy bemegy a pályára és kéri a labdát. Teljesen mindegy, hogy 2-es vagy 3-as méret csak labda legyen. És akkor mindig jön, hogy vaxos, már azt is tudja, hogy vaxos a labda és az ő keze is vaxos, úgyhogy nagyon otthon mozog a sportágba. De hát mindenféleképpen szeretném, hogy sportoljon. Hogy mit fog sportolni, azt meg ő kiválasztja. Hanna születésével az élsportoló pár élete jelentős fordulatot vett, hiszen már több fronton is helyt kell állniuk. Minden család, minden ember életével, hétköznapi embernek is megváltozik, megváltozik az élete nyilván, hogy a született gyereke, egy kis jövő, egy kislánya. Nekünk is, hát nekünk teljesen más az egész, mert mind a ketten kézlabdázunk profi szinten, és sokkal nehezebb megoldani azt, amikor mind a kettőnknek hétvégén esetleg idegenben vagy külföldön akár mérkőzésünk van. És akkor nagyon nagy segítség szól a nagyszülőkre, de szerencsére, hogy közel is laknak, meg hogy kötetlen a munkájuk, szóval bármikor tudnak jönni és segíteni ebbe a dologba. Muszáj volt valahogy kialakítani egy rendszert, ugye hát edzésen muszáj 100%-ot nyújtani, vagy mérkőzésen, és ugye amikor hazajövünk, hát nem az van, hogy lefekszünk, felrakjuk a lábainkat, hanem igenis itt még megyünk fel-alá gyerekkel, róvjuk a kilométereket, úgyhogy hát nem egyszerű, de azért hozzászoktunk, és hát nála jobb dolog nem történhetett volna velünk. A szülői szerep hatására Szandra és Szabolcs személyisége is sokat változott. Érzem különben magamon, hogy sokkal mosolygósabb vagyok, jobb kedvem van, meccsen is nem zuhanok úgy össze, hanem tényleg azért sokkal kitartóbb is vagyok. És azt azért a csapattársaim és az edző is, meg nagyon sok szurkoló is írta nekem, hogy már a mérkőzéseken figyelik az arcomat, hogy sokkal mosolygósabb vagyok, úgyhogy ezek olyan nagyon jó visszajelzések. Én is már nagyon sokat komolyodtam. Nyilván azért öltözőben ugyanúgy megmaradtak a trollkodások, meg minden hülyeségben benne vagyok ugyanúgy, de nyilván a kislányomnak is szeretnék bizonyítani. Szeretném azt, hogy példaképe legyek mindenképp. Nekem is a szüleim voltak mindig is a példaképeim. És ez nagyon jó érzés. Tényleg annyira más volt az első pár meccsünkkor megszületett, és tudtam, hogy megyek haza, és meccsek után, ha szomorú is vagyok, esetleg kikapunk egy vesztes meccset, és hazamegyek, és látom azt a mosolyt, mert mindent, amennyire tud örülni. Hogy azt nem lehet szavakba elmondani, szerintem ezt az érzést, ezt mindenkinek át kell élni. Egy profi sportolónak természetesen nehezebb periódusok is kijutnak az életben. Zácsik Szandra juniorként érkezett meg szülőföldjéről Szlovákiából Magyarországra. Legnehezebb az volt, hogy 14 évesen kerültem el otthonról. Nagyon gyerek voltam, és tényleg egy olyan idegen helyre, ahol semmi ismerős, senki nem volt. Se család, tényleg senkit nem ismertem, teljesen új környezet. Próbáltam erős maradni, nagyon nehéz volt, de a második évben, amikor már lettek barátnőjeim, felkerültem a felnőtt csapatba, iskolát is váltottam, akkor már sokkal könnyebb volt, és egyszerű volt, és már akkor boldogan jártam vissza Vácra. A beilleszkedésben és a nyelvtanulásban többek között segítségére volt egy korábbi csapattársa is. A mai napig barátnőm Szádvári Kriszta, most az MTK játékosa. Egy szobába összekerültünk a második évbe, koleszosok voltunk, és elkezdett hozzám beszélni, és így ránéztem, mondom, na haragudj, mondom, nem értem. És azt mondom, tudom, gyorsan beszélek. Mondom, oké, csak mondom, kicsit lassíts, mert mondom, én ezt nem fogom érteni. De elég nehézkes volt a kommunikáció, mert ő hadart, én meg a felét szlovákul mondtam, felét magyarul, úgyhogy nehézkes volt, de jókat mosolyogtunk, hogy nevettünk egymásnak. Szandra számára kislányán kívül még egy személy van, akire megkülönböztetett figyelemmel gondol. Hannának ilyen 7-8 hetes lehetett, mikor a kis lábát magamra tetováltattam.
Hát ez egy örök emlék, ugye első gyermek, nekem nagyon sokat számít, ráadásul van benne egy kereszt. Nekem a nagymamám nagyon vallásos volt, és az esküvőnk előtt 3 hónappal meghalt, és nekem ő nagyon sokat jelent. A jövőben szereplő tervekről szólva nem elképzelhetetlen, hogy Szani tetoválása további motívumokkal bővül. Még szeretnénk, még kettőt. Hanna, jó, most nem úgy néz ki, de nagyon jó kislány. Nagyon jól eszik, alszik, úgyhogy semmi problémák nincsen. Jó, hogy kicsit akaratos, de inkább legyen ilyen. Inkább legyen ilyen, mint aki sarokba áll és meg sem mozdul. Szeretnénk még kettőt.